Egy felelős állattartónak talán mondani sem kell, hogy ilyenkor kedvenceink sokkal nagyobb odafigyelést igényelnek, mint enyhébb időben. A téli hideg hónapokban kint tartott tebünk számára gondoskodjunk energiában dús eleségről, valamint napközben többször ellenőrizzük az ivóvizes tálakat, mivel a víz zord időben gyorsan befagy. Ha tehetjük, engedjük be éjszakára a garázsba, az előszobába, vagy egy hasonló védett helyre az állatot. Ha nem, gondoskodjunk kutyaházról, amiben kényelmesen meg tud fordulni a kutyus, és amit testhőjével megfelelő hőmérsékletre fel tud fűteni. Akik állandóan kint élnek a kertben, nekik a házukat téliesíteni kell, tehát vagy hungarocellát, tehát valamilyen módon hőszigeteljünk, szoktunk almozni esetleg szalmával, vagy pokrócokkal. Van olyan kutya, aki kihord mindent, tehát bármit csinálunk, nem szeretné ezt. A pokrócok átnedvesedhetnek, tehát ezt gyakran cserélni kell. A szalmára vigyázni kell, hogy szintén esetleg vörsérülést, szemsérülést ne okozzanak. A megfázás, köhögés, orfolyás kutyánkat és cicánkat ugyanúgy utolérheti, mint minket. Szabadban tartott ebünket megfelelő kutyaház vagy kenel hiányában akár a fagyás és a kihűlés veszélye is fenyegeti. Lehetséges az, hogy akár egy nap alatt is, tehát reggel még mozgott a kutya, majd befeküdt valahová, akár egy fa alá, ahol szokott, és már estére kihűlt. Akkor, hogyha szólnak, nem tud mozdulni, esetleg van, aki akár eszméletvesztésig is elájulhat, de lehet ennek a kisebb fokozata, hogyha csak a mozgászavarát figyelik meg, hogy nem olyan éber, nem olyan figyelmes, akkor már nem fog bírni enni, nem fog bírni inni, de akkor mindenképpen az első dolog, hogy meleg helyre vigyék, illetve hogyha ez sem elegendő, akkor kórházi ellátási infúziós terápia melegítés szükséges nekik. A lakásban tartott kedvenceknek továbbra is fontos a levegőzés. Napközben minél többet legyenek a szabadban, azonban legyünk figyelemmel jelzéseikre, hiszen hideg időben a rövidszőrű fajták egyedei hamar vacogni kezdenek. Kistermetű vagy rövidszőrű kutyusunkat az utcai súzástól vagy a téli minuszoktól cipővel, kabáttal, pulcsival is védhetjük. Azonban a fűtött lakásba érve vegyük le róluk azt.